Sziasztok! Ez itt a szeptemberi szemeszter. Mai adásunkban visszatekintünk a nyárra, és ízelítőt kaphatunk a szegedi szabadtéri játékok hangulatából. Megismerhetjük Böszörményi Gyula sikerkönyvének titkát, és megtudhatjuk, mit tartogat a Jate Klub új vezetése. Tartsatok velünk! Az egyetemi élet nem csak játék és mese, de a nyári szünet alatt szerepet kapott egy kis kikapcsolódás is. Ezért megkérdeztük hallgatótársainkat, hogy milyen élményekkel és tapasztalatokkal gazdagodtak a nyár folyamán. Sziasztok! Hogy telt nektek az idei nyár? Júniusi adásunkban diáktársaim nyári terveiről érdeklődtünk, most pedig élményeikről meséltek. A nyaralás az majd most kitolódik őszre, illetve talán majd az októberi időszakban, mikor egy ilyen kis rövid őszi szünet, hosszú hétvégét meg fogunk kapni. Én csak fesztiválom. Milyen fesztiválom voltál? És hogy tetszett? Hát annyira nem, hogy őszinte legyek. Én voltam Prágyában. És milyen volt? Nagyon jó volt, ajánlom. Abszolút jó hely. És te esetleg voltál valahol nyaralni? A Balatonon voltam. Soundot toltuk végig. És milyen volt a sound? Az nagyon jó. Sokaknak a munkáról is szólt ez az időszak. Van, aki a tandíjra, van, aki a szórakozásra gyűjtött. Mit dolgoztam? Nem pincérkedtem, kecskeméten. Dolgoztam mikrobiológiai laborban az Állatorvosi Egyetemen Pesten. Diákmunkában dolgoztam, Dunaföldváron voltam. És mit dolgoztál? Igazából adminisztrátor munkakörben. Utána pedig a Veszlingernél voltam, mint a vevő. Pesten egy multicégnél. Idén is megrendezték a Karigója táborokat, ahol az elsős hallgatók megismerkedtettek egymással, és belekóstoltak az egyetemi élet lájtosabb részében. Nulladik héten volt egy összejövetel, amit a felsőbbévesek szerveztek nekünk. Hanyad évesek vagytok? 5 éves vagyok. Ó, akkor gólyatábor gondolom nem volt. Nem, az már nem. Karigólyatáborban esetleg voltál? Voltam. És milyen volt? Az zseniális volt egyszerűen. Rengeteg barátot szereztem és rengeteg ismerőst. Jó volt, nagyon jók voltak a programok, a közösség is zseniális volt. Nagyon sok új emberrel ismerkedtem meg. Nekünk is sikerült kipihenni az előző tanév fáradalmait, és újult erővel megpróbáljuk kimaxolni a szemesztert. Az idei tanévre van valamilyen tervetek? Nem igazán. Neked esetleg? Hát egyelőre még nincs. Hát, nem nagyon még. Hogyan készülsz a következő tanévre? Hát, sokat tanulok, vizsgákra, hogy meglegyen igazából. Amíg nekünk tartott a nyári szünet, addig a Domtér átalakult az ország legnagyobb szabadtéri színpadává. Olyan darabokat mutattak be idén, mint Shakespeare Romeo és Júliája, vagy egy másik helyszínen Molière Úrhatnám polgára. A több mint 1000 négyzetméteres színpadon életre kerül történetek, évről évre rengeteg nézőt vonzanak a városba. A Dóm tornyai alatt pedig idén olyan színészek játszottak, mint Szabó Győző, vagy az első szabadtéri előadását megélő Mészáros Blanka. Megmondom őszintén, hogy nagyon jó érzés ott állni. Nem, hogy önbizalom hiány lenne, nem, hogy megijednék, hanem valami melegséggel tölt el az, hogy ennyi embernek lehet beszélni a világ egyik legnagyobb mozgató rugójáról, a szerelemről és a hűségről. Ez a piruló zarándok letörli csókkal rút nyomát közönnek. Kegyes zarándok! Ujjai ne sérts meg, simításuk csak buzgóság adója. Én minden évben lassan negyedik éve vagyok itt, és ezt alig várom, hogy engem felhívjanak a szervezők, hogy megint jöjjek Szegedre valami szerepet lejátszani, vagy belebújni egy újabb karakterbe, és ezt jövőre is remélem, hogy ugyanígy fogják gondolni, és el fognak hívni megint jövőre is.
Azonban kevesen tudnak arról a munkáról, ami emögött a színházi kavalkád mögött zajlik. Szalai Anna, volt kommunikáció szakos hallgató, márciusban csöppent bele a folyamatba. A Rök sajtóreferenseként a szabadtéri játékok szervezésében is jelentősen részt vett. Júliusban kezdtem azt érezni, hogy így rám szakadt hirtelen minden. Amikor volt olyan hét, hogy Pesten voltunk alvasópróbán, aztán itt gyorsan követte egy közönségtalálkozó, és utána már ment nem sokára egy előadás is. Tehát ott akkor azt éreztem, hogy na igen, most itt tényleg megtapasztaltam, hogy milyen a sűrűjében lenni. Egy szóval, tudnád szeretni? Lányom, azon leszek. És meglátom majd, ha látom! Magamhoz közelnek éreztem azt a Júlia karaktert, akit a Róm és Júliában láthattak, Mészáros Blanka formált meg. És annyira izgalmas volt látni, amikor a Blanka lejött a színpadról, és hogy őre mondták ott sokan, hogy annyira furcsa volt ez a hangos, vehemens Júlia, akit ő alakított. A Blanka, amikor lejön a színpadra, akkor nem olyan, mint ez a Júlia. Egy ilyen tüneményes lány. Ami nagyon-nagyon szívem csücske lett, az Úrhatnám polgár, amit a kis színpadon adtunk elő. És igazából az ott egy ilyen kis intim családi tér volt jóformán, ahol igazából kiültek a színészek az egyik padra a háromból csak úgy cigizni, és akkor ott közben megbeszélgettek, és ott beszélgetett velük mindenki más is, mert nem volt túl sok fej, hogy elvonuljon az ember. De tényleg egy nagyon... nagyon kreatív előadás volt ez is. Ha én a két lakálynak azt mondom, ide figyeljél, üljél le, csipíznem. Azt mondom neki, ide figyeljél, állj négy kézláb csipíz, mert rád ülök, az próza. Azt kérem szépen, próza. Azokat lehet nagyon-nagyon szeretni, legalábbis nekem az megy, amik itt alakulnak, itt születnek meg a Dom téren, vagy Szegeden. És látod még őket ilyen kis esendő totyogós pillanatokban is. Anna tavaly végzett a Szegedi Bölcsészkaron, de már az egyetemi évei alatt újságírással foglalkozott a Dél-Magyarország napilapnál. Sajtóreferensként azonban egy másfajta gondolkodást kellett elsajátítania. Az újságírásnak van egy olyan különös, mindig szimatoló, mindig kételkedő hozzáállás, amit egyrészt nehéz levetkőzni, másrészt, amikor valaki sajtos lesz, akkor le kell, mert hogy egy teljesen tiszta lojalitással ki kell állni amellett, az intézmény mellett, aminek te a sajtósa vagy. És én azt érzem magamban, hogy én ezt nagyon szívesen megteszem a Szegedi Szabadtérivel. Idén már több feladat, nagyobb felelősség, de ugyanannyi élmény jut majd Annának. Ősszel kezdik el szervezni ugyanis a következő év szabadtéri előadásait. Ezen a színpadon jövő nyáron már a We Will Rock You, a Szerelmes Shakespeare vagy a Titanic előadások kelnek életre. A Lányrablás Budapesten című regény néhány hónap alatt több ezer olvasót ejtett rabul. A rajongók bejárták a könyvben szereplő helyszíneket, és kutatják a szereplők sorsát, életét. A mesterdetektív Ambrózi Báró alakját Böszörményi Gyula teremtette, és maga is meglepődött azon, hogy milyen népszerűségnek örvend ez a 19.-20. század fordulóján játszódó magyar krimi, elsősorban a fiatalok körében. A tavaszi Bölcsész Fesztiválon próbáltuk megfejteni az írói siker miben létét. Böszörményi Gyulát gyakran nevezik a magyar Harry Potter könyvek szerzőjének, hiszen a Gergő és az Álomfogók könyvsorozattal lett országosan ismert. 2007-ben elnyerte a József Attila díjat, 2014-ben pedig megjelent az Ambrózi Báró esetei című könyvsorozat első része, amely szintén hatalmas sikert aratott az olvasók körében. A sikerek ellenére az író munkásságának kezdeten megpróbáltatásokkal és nehézségekkel volt tele. Életem első regénye az hát jó sok évvel ezelőtt
született, én sokat éltem intézetekben, egészen 10 éves koromtól kezdve, és volt egy meghatározó intézet Debrecenben, ahol 8 évet éltem, és nem volt egy túl kellemes hely. Amikor onnan kikerültem, akkor gondoltam rá, hogy amik ott történtek velünk, azt megírom. Így született meg a Kucó című első kisregényem, amiből aztán később monodráma is született, illetve hangjáték is lett, sőt most össze fogják bemutatni a filmet is. Abszolút bukás volt. Tehát a könyvet szinte senki nem vásárolta akkor, meg én teljesen névtelen voltam, senki nem ismert. Ráadásul ez egy nagyon vékonyka kis regény volt, úgyhogy tulajdonképpen hatalmasat bukott, és a kiadó szerette volna bezuzatni. Én viszont elkértem a példányokat, és akkor 2 éven keresztül magam árultam a regényemet úgy, hogy kiültem a Vörösmarty térre Budapesten, és ott árultam ezt a könyvet. Rengeteg barátságom született ott. Habár a Kucó című könyv nem volt sikeres, a kollégái mégis arra biztatták az írót, hogy ne hagyja abba az írást, ne adja fel. Ezt követően pedig Böszörményi Gyula több éven keresztül kereste a saját műfaját. Ebben az útkeresésben jutott el az ifjúsági könyvekig, ahol megszületett a Gergő és az Álomfogók könyvsorozat, amely nagyon sok fiatallal szerettette meg a könyvolvasást. Tehát én megírtam a Gergő és az Álomfogókat, nagyon örültem neki, hogy sikeres, és jó fél évvel később felhívott a akkor még létező Magyar Könyvklubnak a vezérigazgatója, és azt mondta, hogy na, hogy áll a második rész kézirata, és tudom, hogy miért kell második rész. És mondta, hogy ne hülyeskedj, hát persze, hogy kell, hát várják az olvasók. Úgyhogy akkor azonnal nekiálltam, és így születtek meg a folytatások, de én akkor még nagyon naív és nagyon kezdőíró voltam, tehát nem tudtam például azt, hogy érdemes folytatni egy sikerkönyvet. A következő sikerkönyv pedig az Ambrózy Báró esetei könyvsorozat, mely több ezer olvasót ejtett rabul. A kitalált szereplők mellett számtalan valós helyszínt elevenít meg, illetve valós személyt ismerhetünk meg a könyv során. Az Ambrózy Báró esetei is egy kísérlet volt tulajdonképpen. Az első kötetet akkor úgy írtam meg, hogy kíváncsi voltam rá, hogy létre lehet-e hozni egy picit archaikus magyar nyelven írt századfordulós krimit, úgyhogy az valóban szórakoztató legyen és érdekelje az embereket. És első alkalommal én nem is gondoltam azt, miután elkészült a kézirat, hogy ez olyan nagyon érdekes lenne, úgyhogy én betettem a fiókba, 2 éven keresztül nem is vettem ki, és aztán 2 évvel később aztán mégiscsak kiadásra került, és én magam is megdöbbentem, hogy milyen óriási sikere lett a történetnek. A könyvek borítója már magával ragadja az olvasni vágyókat, hiszen a remek kivitelezés mellett nagyon jól tükrözi a mű mondani valóját. A történet a századfordulón játszódik az osztrák-magyar monarchiában. A sok kutató munkának köszönhetően az író nagyon hülyen ábrázolja a korabeli életet. Ugye még az első nagy háború előtt vagyunk, Magyarországnak ez volt a fénykora, az 1900-as évek eleje, hatalmas fejlődés volt minden téren, mindenhol, és tele voltak az emberek lelkesedéssel és optimizmussal. Persze volt ennek a világnak nagyon sok sötét oldala is, de az újságcikkekből az jön ki, hogy jó volt akkor élni, és ez nagyon sokat segít nekem abban, hogy felvázoljam ezt a világot, és megértsem ezt a világot. Böszörményi Gyula nem mondható magányos írónak, hiszen a teljes történet összeállításában, a művek finomításánál nagy segítségére van a felesége. Folyamatosan közösen dolgozunk olyan értelme, hogy a történeteket is én kitalálom, aztán megbeszéljük, nagyon sokat alakítok az ő ötletei alapján a dolgom. Volt, amikor bizonyos kötetnek ő találta ki a befejezését, mert sehogyan sem tudtam zöldágra verdügődni vele, és neki egy zseniális ötlete támadt. És hát a kutatás is úgy működik, hogy 2 külön szobában dolgozunk, ő ugye fordít és mindenféle dolgokat csinál, vezeti az alapítványunkat, és közben, amikor nekem valami kérdésem van, például, hogy valamelyik kávéházban 1900-ban éppen ki volt a főpincér, és nem tudom kideríteni, akkor Skype-on átüzenek neki a másik szobába, várok 10 percet, és általában megtalálja a megoldást és a megfejtést. Úgyhogy nagyon sokat segít abban, hogy ezek a történetek valóban hitelesek legyenek,
és valóban azt a kort mutassák be, miközben persze kitalált történetek, de valóban azt a kort mutassák be, amiben a szereplőim mozognak. Négy könyvön keresztül kísérhetjük végig a Báró és a Hangai testvérek szövevényes történetét. Ha a téli hideg estéken bevackolnánk magunkat egy könyv kíséretében a szobánkba, akkor ez a könyvsorozat tökéletes társunk lehet. Idén 15 éves a szemeszter, ezért ebben az évben minden adásban felidézünk egy-egy témát, egy-egy emlékezetes pillanatot az elmúlt másfél évtizedből. Most azt mutatjuk meg, milyen emlékezetes átalakuláson esett át a Jate Klub 2011-ben. És nem véletlenül választottuk ezt a kis filmet sem. A Jate Klub még 1973. márciusában nyitotta meg kapuit az akkori József Attila Tudományegyetem KISZ klubjaként a mai egyetemi főépület alaksorában. A klub már a 80-as évekre országszerte híres szórakozóhelyi és kulturális központtá vált. Különösen a szegedi egyetemisták életében játszik azóta is fontos szerepet. A megnyitás óta eltelt mintegy 40 év alatt azonban alig változott a Pince Klub, a felújítás már halaszthatatlan volt. 2009. októberében a Jate Klub idéglenesen átköltözött a Kálvária sugárútra. A régi pince falak között pedig megkezdődött az építkezés a főépület renoválásával együtt. Talán az lesz a legnagyobb újdonság, hogy új lesz. Új lesz, tehát igazából 1973 óta működik ez a klub. Most sikerült felújítani olyan szinte, hogy mindenki lett pakolva, és teljesen újra burkolva, újra festve, újra vakolva, és hát újra bútorozva kerül kialakításra ez a szórakozóhely. Annyi, hogy még plusz helységekkel is bővülünk, legalább egy 100 négyzetméteres kávézóval. Hát ez már szerintem mind-mind újdonság. Így néz ki most a megújult szórakozóhely. A klub minden biztonsági előírásnak megfelel majd. A főbejárat ezentúl az Árpád tér felé nyílik, de ezen kívül még két másik akadálymentesített bejárat is lehetővé teszi a kényelmes közlekedést. A klub körülbelül 850 szórakozni vágyó befogadására és kiszolgálására lesz képes. Ez a hely már úgy lett kialakítva, hogy a szakhatóságok által is elfogadott legyen. Nyilván itt a tűzoltókkal már előzetesen be lett járva, tehát nem is volt ez bejárva még, amikor már ugye a tervezés alatt a tervezőn is föl lettek tüntetve azok a kötelezően megjelenő menekülési utakat jelző táblák vagy vészjelzők, illetve mondhatnám ugye nem a poroltókat, hanem itt már természetesen beépített tömlők vannak. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy biztonságilag szerintem rendben ezt a hely, hát a vendégeknek kell úgy működniük, hogy biztonságosan szórakozzanak. A Jate lényegét jelentő nagy termet a korábbi kávézóval egyben nyitották. A békés szórakozást szolgálja majd a klub kisebbik helyisége. Az új kávézót az alapjaitól ásták ki, tetőablakai napközben természetes fénnyel világítják meg a termet. A folyosókon pedig több mint 100 ülőhely beépítését tervezik. Ha visszanézünk a régi múltra, akkor szeretnénk azért azokat a hagyományokat, azokat a megszokott programokat megvalósítani, amik eddig is mentek, tehát nyilván táncházakat, dumaszínházas rendezvényeket, színházi esteket, akár felolvasó esteket, karibulikat természetesen, szakesteket, és még sorolhatnám, hogy milyen meghívott előadókat szeretnénk föléptetni, és arról nem is beszél, hogy a koncertek azok megmaradnak nálunk folyamatosan. A klub egyelőre még nem adja vissza az eredeti hangulatát, hiszen még több hónapnyi munka vár a kivitelezőkre, akik azonban azt ígérik, a festés és bútorozás után otthonosan érzik majd magukat a szórakozni vágyó fiatalok. Úgy néz ki, és sajnálattal kell, hogy mondjam, hogy szerintem ezt a idei tanévet ezt már ebből kicsúszunk, illetve a vizsgai időszakig nem tudunk beköltözni. De úgy gondolom, hogy a vizsgai időszak búcsúztatást azt mindenképp így szeretnénk megtenni. A Jate Klub már 45 éve működik Szeged szívében. Nemrégiben új vezetés vette át az irányítást. Az új lehetőségekről, programokról, irányelvekről Gergő beszélgetett Mára Krisztiánnal. Krisz, miben fog megváltozni a Jate Klub? Nagyon sok mindenben tervezünk változásokat, nyilván ez majd a közönség visszajelzése is kell. Első körben klasszikus klubvezetői munka
osztódott szeptember 1-től 4 felé. 4 szakember végzi azt, amit eddig egy klubvezető. Egy egyetemi klubnak igenis kutya kötelessége kiszolgálni azokat, akik így vagy úgy kapcsolódtak az egyetemhez, vagy szeretnének olyan koncerteket, programokat is megtekinteni, akár fesztivál szezonon kívül, amelyre Szegeden a Jate klub alkalmas. Térjünk vissza egy picit a menedzsmentre. Miért kellett megosztanatok a feladatokat? Én azt gondolom, hogy a tulajdonosi kör részről ez egy jó döntés volt, hogy a megfelelő területre a megfelelő szakembert rakják. Ezáltal ezek a szakemberek többet beszélgetnek, együtt dolgoznak, másképp látják ezt a világot, és ezáltal ebből csak egy jó dolog alakulhat ki, mint hogy egy ember egyféle klubvezetéssel visz valamit. Itt azért ezeken a menedzsmenti találkozókon a területi vezetők azért mindig elmondják a maguk meglátását, és például én a program szervezés oldalra nagyon sokat tanulok most a vendéglátásról, vagy éppen az üzemeltetésről. Nyilván a PR marketing az hozzátartozik a munkámhoz, de nagyon jó, hogy arra is van egy külön szakember, aki a megjelenéseket, a klubból kikerülő fotókat, vagy akár a meghívókat, ezeket az invitációkat, mind a rádió, mind a televízió, mind pedig az elektronikus, vagy az online világ felé közvetíti. Ő lesz majd a Lénárd, igaz? Így van. Hogy került a képbe azon kívül, hogy 1000 éve zenél a Jate klubban, tehát visszatérő? Mi már 10 pár éve barátok vagyunk, és akkor volt egy lehetőség, hogy én még akkor MC-ként, ceremóniamesterként, ő pedig DJ-ként végigjárjuk a Gólya táborokat, és reklámozzuk az egyetemi hallgatói önkormányzatot, vagy legalábbis annak az égisze alatt vigyünk egy ilyen roadshow-t. Ott alakult ki ez a barátság, és hát egyértelmű volt a választás, hogyha új menedzsment, akkor egy ilyen szakember, aki fiatalos, aki energikus, aki a saját maga által teremtett márkát és saját magát is igényesen, magas színvonalon reklámozza, az miért ne tudna egy komoly klubot is ugyanígy ilyen színvonalon az embereknek megmutatni, reklámozni. Mondtad, hogy már akkor is támogattátok az egyetemet, amikor kijöttetek először a kapuin, most visszatértek gyakorlatilag ehhez, így az alma materhez bizonyos szempontból, és a Welcome Campen is részt vettetek, hogyha jól tudom, mint Jate klub main stage. Milyen tapasztalataid voltak, és milyen terveitek vannak még? Én azt gondolom, hogy minden évben egy kicsit másabb generáció jön Szegedre, de mindenképpen megpezsdíti a város életét, és talán ez az egyik titka annak, hogy Szegedre szívesen látogatnak az ország bármely részéből, vagy külföldről is. Felgyorsult a fogyasztói társadalom, ehhez kell alkalmazkodni egy klubnak is, a Jate klubnak is. Attól függetlenül, hogy most még nem látszik, de nagyon-nagyon rövid időn belül ki fog derülni, hogy mi azért a hagyományokra is nagyon sok időt, energiát fordítunk, hiszen egy klub, ami 45 éve a belváros szívében zavartalanul üzemel, annak nem csak szórakoztatni van kötelessége, hanem irányt mutatni, nevelni is. A Jate klub ebben a félében is fog erre figyelni, és olyan koncertek is lesznek, mint akár a Pál utcai fiúk, Péter Fiboli, a Paddy and the Rats, hogy csak így a legérdekesebbeket emeljem ki. Nyilván a Ladánybenések megsértődnének, ha most nem mondanám őket, de olyan popsztárok is ellátogatnak hozzánk majd, mint Király Viktor, Zoltán Erika, Pápai Jocsi, vagy éppen a Well Hello, vagy a Follow the Flow. A 30Y-t nem mondtam még, népzenei vonalon a Cimbali Band is fellépjön, a Kávészünet, akik mind új szint fognak vinni a Szegedi éjszakába. Érdekes, hogy most, hogy a menedzsment megváltozott, az egész feeling egy kicsit új irányba mutat. Felmerült problémaként, hogy a Jate hétköznap üres, tehát nem nagyon járnak be a vendégek. Ezen hogyan szeretnétek változtatni, hogy bevonzátok esetleg egy más korosztályt, vagy más kultúrát, hogy mondjam, tehát nem feltétlenül csak az egyetemistákra céloztok. Itt minőségi váltásokkal operálunk majd, és amire te utaltál az elején, hogy ne csak egy koncert, ne csak egy buli kötődjön a Jatéhoz, le lehessen jönni reggelizni, meg lehessen beszélni egy találkozót, lehessen egy jegyzetet írni, vagy egy órára felkészülni, vagy lehessen a szülőkkel találkozni, amikor Szegedre jönnek, vagy volt egyetemistaként be lehessen ülni, és lehessen nosztalgiázni, hogy milyen szép is volt, amikor még a gondtalan egyetemi éveket éltük.
És szerinted ez gyakorlatban hogy fog kinézni? Tehát egy konkrét hete a Jaténak, így előre láthatólag, tematikusan. Én remélem, hogy október 1-től már úgy fog kinézni, hogy reggel 8-kor kinyit a klub, akkor előtt egy évvel megérkeznek a péksütemények, beüzemelődik az új kávégép és pörkölik a kávét, lejönnek akik a környéken, az egyetemen is, és akár ott a környező irodákban, üzletekben dolgoznak, van egy kis megbeszélés, van egy kis reggeli találkozó, aztán délben elkezdődik majd az étkeztetés, ez egy újabb terv, amire már előre haladott tárgyalások vannak, de nyilván ezek még mind alakulóban lévő dolgok. Délután akár egy csoport találkozó, akár egy előadás ismert emberekkel, vagy egyetemhez kapcsolódóan, vagy valamilyen tudományos témában, este egy koncert, ez is nagyon-nagyon vegyes, tényleg a popzenétől egészen a külföldi zenekarokon át bárki, éjszaka pedig vagy egy karibuli, vagy egy olyan tematikus este, ami akár az idősebb korosztálynak, akár a most regnáló fiataloknak szól. A Jata Klubnak volt egy olyan szerepe itt Szegeden, hogy voltak zenekarok, akik itt léphettek fel először. Ezt az oldalát megtartjátok a Jaténak, hogy egy ilyen hát alma máterként működjön a zenekarok felett? Sok menedzserrel beszéltem most, ugye nekem ez a szakmám most már több mint 10 éve, és azt mondták, hogy te Krisz, hát ide rang volt bekerülni, hát ide nem tudtunk elhozni senkit, sőt mi sem tudtunk fellépni, és nagyon sokan ugye most már menedzserek, a régi énekesek, gitárosok, zenészek közül, és mondták, hogy ha bármi van, mi nagyon szívesen szervezünk is, de hál' Istennek, hogy azért ez megmaradt, és a Jata Klubnak a híre az továbbra is országos, és 3-3 zenekar a maga műfajában azért most már én azt gondolom, hogy fejlődő zenekar bejelentkezett, és októberben, illetve novemberben lesz egy-egy ilyen esténk. Szándékosan hétköznapra raktuk, hogy az egyetemisták is meg tudják őket nézni. Hát én biztos, hogy izgalmasan várom, meg ott leszek minden bulitokon valószínűleg, vagy a legtöbben. Bízom benne, mert van nálam meglepetés ajándékkártya, úgyhogy. Akkor sok sikert kívánok és eredményeket nektek az elkövetkezendő évekre. Köszönjük szépen, és várunk mindenkit a 45 éves Jata Klubban a Belváros szívében. Az adás végén pedig következzen egy üzenet Hollandiából, egy volt szemeszterestől. Szia Edith és a többiek! Edith, néhány hete az volt a Facebookodon a kérdés, hogy miért volt jó szemeszteresnek lenni. A legelső mondat, ami eszembe jutott, meg azóta is nagyon sokszor eszembe jut, hogy a szemeszter olyan, mint egy igazi tévé, csak kicsiben, meg nyilván akkor azt még így nem tudtuk. De azóta megtudtam, hogy minden, amit ott csináltunk, az ugyanolyan, mint a való életben. Például az, nagyon jó megtanulni, hogy miért jó, és hogyan kell, és hogyan helyes fogni a mikrofont. Ez egy nagyon nehéz feladat, nagyon sok embernek nem megy. És tudjátok, hogy mi a menő? Az, amikor megérkezel a gyakorlati helyedre, és téged kérdeznek meg, hogy hogyan kell fogni a mikrofont. Na, az igazán menő, és ezt a szemeszterben tanultam meg. A mikrofont kamerával ellentétes kézben nyakkendő csomóhoz kell tartani. Az egyik legviccesebb szemeszteres pillanat szemeszterfordításon kívül az volt, amikor vasárnap vagy hétfőn visszaértem a koliba, és az egyik kolistársam megkérdezte, hogy az lehet-e, hogy Székesfehérváron engem látott a tévében. Majd nagy büszkén közöltem vele, hogy természetesen lehet, hiszen a szemesztert lehet országszerte is nézni. Mai adásunkba ennyi fért, de nem kell sokat várni, októberben újra jelentkezünk, lehet, hogy kétszer is. Addig is ne habozzatok, véleményeiteket, ötleteiteket osszátok meg velünk a Facebookon, esetleg e-mailben, és kövessetek bennünket az Instagramon is. Sziasztok! Viszontlátásra!